Testvérek, Isten igéjét a Máté evangélium a 26. részéből olvasom három különböző helyről is, válogatott versekből. Akinek van Bibliára, kérem, hogy nyissa ki a Máté evangélium a 26. részéhez. És elsőként a 14-től 16-ig terjedő verseket keressük ki és olvassuk. Aztán a 47-től az 50-ig, és a 27. rész 3-tól az 5-ig terjedő verseit olvassuk, kövessük figyelemmel. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariót és Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. A 47. verstől olvasom. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg neki: akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el. Majd egyenest Jézushoz ment, így szólt: üdvözlégy, Mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki: barátom, hát ezért jöttél? Akkor oda mentek, rátették a kezüket, és elfogták. A 27. rész 3. versétől olvasom tovább. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá, a te dolgod. Erről a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. Isten tegye áldottá és tegye gyümölcsözővé az ő szent igéjét mindannyiunk szívében. Egy tanítványról szólt ez az igei tudósítás. Egy olyan tanítványról, aki mindenben, szinte mindenben hasonlított a többi tanítványhoz. Egy olyan tanítványról, aki nagy csütörtök estig, azt is mondhatnánk, hogy úgy látszik a Szentírásból, hogy akivel nagy csütörtök estig minden rendben volt. Úgy látszott, hogy teljesen beilleszkedett a tanítványok közösségébe. Azt látjuk, hogy még az utolsó vacsorán sem tűnik fel senkinek az, amire készül, egyedül csak Jézus Krisztus tudja azt, hogy mit forgat a szívében. Semmiben nem tűnik ki, de semmiben sem marad el a tanítványoktól. Azt olvassuk, hogy van elhívása az Úrtól, a Szenttől. Elhagyva mindent és mindenkit, követte a tanítványokkal együtt az ő Urát. Hallotta az Úrnak minden szavát, látta minden csodáját. Ott volt a tanítványok között akkor is, amikor az Úr kiküldte őket kettessével, a 12-t, és hatalmat adott nekik, hogy betegeket gyógyítsanak. Hatalmat adott a tisztátalan lelkek felett. Ott volt akkor is, amikor visszatértek, és örömmel újságolták az Úrnak, hogy a te nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk. Azt is mondhatnánk, hogy egy olyan tanítvány volt, aki kivette a részét a szolgálatnak az öröméből, de a terhéből is. 3 éven át ott volt Jézus közelébe, élvezte a Jézus lényéből áradó szeretetnek minden sugarát. Sőt, bár
Tudjuk, hogy mindnyájan egyformák voltak, mégis egyedül ő részesült abban a kitüntetésben, hogy tisztséget tölthetett be a tanítványok közösségében. Hiszen tudjátok, hogy ő volt a tanítványi gyülekezet pénztárosa. Határozott véleménye volt. Általában csak Péterre szoktuk ezt mondani, de azt látjuk, hogy Júdásnak is határozott véleménye volt, és ennek sokszor hangot is adott. Betániában látjuk őt, amikor ugye Mária, mielőtt Jézus meghalna, megkeni drága nárduskenettel az ő testét, azt mondja, szót kér, és azt mondja, hogy miért nem adtátok el ezt a drága kenetet, és adtátok oda az árát a szegények. Azt is mondhatnánk ma, hogy hát ez igen, ez aztán a tanítvány. Végre látunk valakit felelősen gondolkozni. Akár példaképként is tekinthetnénk rá. Mégis azt látjuk, hogy Jézus mégsem dicséri meg ezt a tanítványát. Jézus tudja, hogy kicsoda ő, de mégsem érezteti vele. Olyannyira nem érezteti, hogy a tanítványok nem is tudják, hogy ki fogja elárulni őt. Mégis, bár tudja, mindig tudja, végig tudja, hogy ki fogja elárulni őt, mégis megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel bánik vele. Én kedves testvéreim, nagy csütörtökig minden úgy tűnt és úgy látszott, hogy ezzel a tanítvánnyal minden rendben van. Hiszen ez a tanítvány szolgál. Ez a tanítvány tisztséget vállal. Ez a tanítvány komoly áldozatokat hoz Jézus Krisztusért. És mégis a legvégén olyan szomorú látni és szomorú szembesülni azzal, hogy mindez csak látszat. Igen, kedves testvéreim, a végén egyszer úgyis minden kiderül. Mondhatnánk azt, hogy a legvégén, amikor majd a mi Urunknak az ítélő széke elé kell állnunk, és mindent látó szemei előtt kell megállnunk, a legvégén úgyis egyszer minden kiderül. Mindenkiről minden kiderül. Kiderül, hogy ismerjük-e őt, és ő ismer-e minket. Ha igen, akkor pedig kiderül az, hogy mit építettünk mi erre az ismerettségre, mit építettünk mi arra a kősziklára, amit a mi Urunk jelentett és jelent nekünk. Olyan jó, hogy ma még a kegyelmi időben élünk, és hogy ma még nem a legvégén vagyunk, hogy ma még nem késő, akkor se, hogyha kiderül, ma még lehet, ahogyan van is egy evangéliumi énekünk, hogyha kiderül valami, amit nem szeretnénk, ma még lehet, ma még szabad, ma még leborulhatunk mindnyájan a kereszt alatt. És hát nyilván a legfontosabb kérdés, amit fel kell tennünk, hogy mi a baj ezzel a tanítványjal. És azt kell mondanunk, hogy ha nagyon egyszerűen akarnánk válaszolni erre a kérdésre, hogy ennek a tanítványnak a szíve valahogyan sehogyan sem tudott összeforni az ő mesterének a szívével. Júdás szíve soha nem ford össze Jézus szívével. Annak ellenére, hogy három hosszú esztendőn keresztül ott volt a közelében. Judás annak ellenére, hogy ott volt, mégsem értett egyet sohasem Jézussal. Valahogyan sohasem akarta megérteni az ő küldetését. Valahogyan nem nyílt meg soha az ő szíve Jézus szándéka előtt. Nem értette a kereszthalálnak a titkát és a szükségességét. Azt is mondhatnánk, hogy Judás nem szerette Jézust, és nem szerette azokat sem, akiket Jézus szeret. És hogy miért nem?
Azért, mert neki is volt egy küldetése. Írásmagyarázók, nagyon sok írásmagyarázó valószínűsíti azt, hogy Júdásnak is volt egy küldetése. És ez a küldetés nem volt azonos a Krisztus küldetésével. Erről a küldetésről nem sokat beszélt, de mindig mégis a szem előtt tartotta. Erről a küldetésről soha nem mondott le, ezt a küldetését soha nem adta oda az Úrnak. És azért volt ilyen kitartó és áldozatkész, mert Jézust is a maga módján szerette volna megnyerni a küldetésének. Sőt, sokáig azt hitte, és szilárdul meg volt győződve arról, hogy Jézus küldetése, Jézus programja is ugyanaz, mint az ő küldetése. Jézus küldetése is azonos azzal, amit ő képvisel, amit ő mindennél jobban szeret. Olyannyira szeret, hogy még az életét is kész odaadni érte. Kedves testvérek, a neveltetése, a vallása, a társadalmi helyzete, az a nacionalista csoport, amelyhez valószínűleg tartozott, kijelölte az útját, adott neki egy értékrendet, amit minden törvény felett állónak tartott, és kész volt megvédeni mindenkivel szemben, akár még az Istennel szemben is. Tételezzük fel jóhiszeműen róla, keresztényként, hogy ő valóban hitte, hogy Jézus a Messiás. Csak hogy nem voltak igazak és hitelesek a róla szóló elképzelései. Volt egy hamis elképzelése Jézusról, a Messiásról, az ő szolgálatáról. És még az a 3 év sem volt elég, amit eltöltött vele ahhoz, hogy megvizsgálja, hogy felülvizsgálja, hogy valós-e a Jézusról alkotott képe, vagy hamis. És hogy miért volt ilyen felszínes, ilyen végzetesen felszínes ez a tanítvány? Minden bizonnyal azért, mert tele volt a szíve önmagával. Tele volt a szíve a saját igazságával. Júdás messiás képe abban volt más, minden valószínűség szerint, hogy ő egy politikai messiást várt. Ő egy szabadságharcos, egy forradalmár messiást várt, aki erőszakkal, karddal, világi, hatalmi, politikai eszközökkel szerez szabadságot és szolgáltat igazságot az ő népének. És virágvasárnap, amikor Jézus lábai előtt hevert az egész város, az egész nép, ha úgy tetszik, amikor őt királynak kijáró tisztelettel fogadják a fővárosban, akkor Júdás elérkezettnek látja az időt. De mivel Jézus továbbra sem hajlandó földi királlyá lenni, nem hajlandó egy Róma elleni lázadás élére állni, úgy gondolja, hogy megsürgeti a dolgot. Úgy gondolja, hogy felgyorsítja az eseményeket. Úgy gondolja, hogy kiprovokálja Jézus cselekvését. És ezért elárulja. De amikor látja az Urat szenvedni, amikor látja kiszolgáltatottan, látja vérben, megalázottan menni a kereszt felé, tudja, hogy végzetes hibát követett el. És a bűnét egy még nagyobb bűnnel tetézi. Elmegy és megöli magát. Most kedves testvérek, mielőtt ítélkeznénk Júdás felett, olyan jó lenne, hogyha meglátnánk és magunkban tudnánk elsőképpen elítélni őt.
Ez az ige mindenképpen önvizsgálatra kell, hogy indítson bennünket, mindenkori tanítványokat. Legalább évente egyszer, ilyenkor, amikor olvassuk ezeket az igéket, ezt a húsvéti történetet. Ez az ige, és a mi úrunk ezen az igén keresztül most kérdéseket intéz hozzánk, és ezekre a kérdésekre, bárcsak Isten szent lelkének a világosságában őszinte válaszokat tudnánk adni ezen a konferencián. És az első kérdés, amit hozzánk intéz a mi úrunk ezen az igén keresztül, az, hogy vajon milyen az én kereszténységem? Vajon igazi, vagy csak látszat? Mert hát látjátok Júdás életéből is, hogy olyan könnyű megtéveszteni másokat. Olyan könnyű akár megtéveszteni önmagunkat is. Olyan könnyű megtanulni bizonyos keresztény szólamokat, bizonyos viselkedési formákat, bevezetni bizonyos reformokat a mi keresztény életünkbe emberi erőből is. Könnyű. Igen, kedves testvérem, itt vagy a tanítványok közösségében, már egy jó ideje, itt vagy az alkalmakon, lehet, hogy nem hagynál ki egyetlen istentiszteletet, egyetlen bibliaórát sem igazolatlanul, megvan a szolgálatod a gyülekezetben, megvan a véleményed mindenről, és lehet, hogy mindenkiről, lehet, hogy tisztséged is van már a gyülekezetben, de van-e? Történt-e bármiféle változás az életedben? Szereted-e Jézust? János apostol kérdezi. Szeretett apostola. Szereted-e Jézust? És szereted-e azokat, akiket Jézus szeret? Szereted-e őt önmagáért, nem csak az ajándékaiért? Egyet tudsz-e érteni vele mindenben? Egyet értesz-e vele akkor is, amikor a dolgok nem úgy történnek, ahogyan szeretnéd? Amikor Jézus nem azt teszi, amit te szeretnél? Vagy inkább azt szeretnéd, hogy legyen mindig megértő veled? Fogadjon el téged úgy, ahogyan vagy. Inkább azt szeretnéd, hogy segítsen tolni a te életed szekerét, segítsen megvalósítani a céljaidat, azt a programot, amit a szíved mélyén rejtegetsz, lehet, hogy soha nem mondtál ki, de soha nem is mondtál le róla. Amiről nem tudtál lemondani. Jók-e az alapjaid? Jók-e a Krisztussal kapcsolatos meggyőződéseid? Odaadtál-e mindent neki? Kedves testvérem, nem csak a rosszat, hanem a jót is. Mindazt, amit nemesnek gondolsz, amit szépnek látsz, amit értékesnek látsz, amit minden törvény felett állónak látsz, odaadtad-e valaha is az Úrnak? Odaadta-e az értékrendedet? A politikával, a vallással, a nemzettel és mindennel kapcsolatos meggyőződéseidet? Odaadta-e valaha is az elveidet? Odaadta-e a saját igazságaidat, amelyre annyira büszke vagy? És ami sokszor olyan öntelté tesz, hogy elválaszt téged a testvérettől és elválaszt téged az Istentől. És ez a történet arra figyelmeztet bennünket, hogy vigyázz, mert annyira meg tudja tölteni mindez a szívedet, annyira ki tudja tölteni mindez a gondolataidat, hogy észre sem veszed mindazt, amit Jézus hozott neked. Ezek végül elveszik a Krisztushoz tartozásnak az örömét és a békességét az életünk. Van-e bármi, kedves testvérem, az életedben, amivel kapcsolatban meg akarod őrizni a függetlenségedet, amivel kapcsolatban külön véleményt fogalmazol meg, és nem tudsz azonosulni Krisztussal? Van-e bármi az életedben, amivel kapcsolatban úgy érzed, hogy jogosan haragszol?
Egy jó ügyért tagadod meg, árulod el Jézust. A jó hiszeműen elkövetett bűneinkre is felhívja a figyelmet ez az ige, kedves testvérek. És arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeket a dolgokat, ha megtűröd az életedben, ezeket a bűnöket lassan, de biztosan oda fognak vezetni, hogy el fogod árulni Jézust. És hát, mik voltak a jelei ennek a lelkiségnek? Mik voltak a jelei Júdás életében annak, hogy a szíve távol volt Jézustól? A teljesség igénye nélkül párat vizsgáljunk meg ezek közül, a jelek közül. És azt látjuk, hogy elsőként, hogy soha nem nevezi Jézust az ő urának. Itt is, amikor megérkezik, azt mondja Jézusnak, hogy Mester. Mint bárki más. Számára Jézus soha nem volt úr, mert soha nem akart engedelmeskedni neki. Ő soha nem azt akarta, amit Jézus akarta, inkább azt szerette volna, hogy Jézus akarja azt, amit ő akar. Ő soha nem alázta meg magát igazán előtte, ezért soha nem ismerte fel Jézusban az Isten fiát, az Isten szentjét. És soha nem mondott le az élete irányításáról. Soha nem adta át szíve trónusát. És nyilván ez az ige ma nekünk szegezi a kérdést, hogy kicsoda neked Jézus? Kicsoda ő a te szíved számára? És nem azt kérdezem tőled, kedves testvérem, hogy mit tanultál meg a tanítványképzőn, még csak azt sem kérdezem, hogy kinek vallod őt a száddal? Kicsoda ő a te szíved számára? Tudsz-e valamit kezdeni ezzel a Jézussal? Vagy örökösen, egyenesen idegesít, vagy bosszant? Vagy csak egy zavaró tényező ő a te hitvilágodban? Elmondhatja-e Jézus már neked azt, hogy ő mit akar veled? Hogy ő mit akar velünk? És ő mit akar ezzel a világgal? Vagy mindig csak a magadét mondod neki. Uralkodhat-e a te szíved felett? Uralkodhat-e az indulataid felett, a szabadidőd felett, az anyagi javaid felett, a gondolataid, a szemeid, a meggyőződéseid felett? Uralkodhat-e Jézus feletted? Vagy vannak dolgok, amiket megtartottál magadnak, amiket soha nem adtál fel, és soha nem adtál oda neki? Felléphet-e Jézus úgy az életedben, mint Úr és Király, hogy bármit kérhetne tőled, és te kész lennél, kész vagy feltétel nélkül engedelmeskedni neki? És azt látjuk, testvérek, ebből a történetből, a Júdás életéből, hogy bizony, aki Jézus nélkül él, bár Jézussal, Jézus közelében, de mégis nélküle, aki Jézus nélkül cselekszik bármit, még az egyházban is, addig bűnben él. Addig vannak olyan bűnök az életében, amelyek megkötözik, amitől nem tud szabadulni. Júdás életében ilyen bűn volt a pénzszerelme, a kapzsiság, ami sokszor bűnbe vitte, arra kényszerítette, hogy elvegyen a pénzből, a tanítványok pénzéből, a közösből. Nem tudott lemondani róla, mert nem Jézus volt a legnagyobb szerelme, hanem a pénz volt a legnagyobb szerelme. És sokszor, testvérek, évek óta küzdködünk mi is sötét, megkötöző bűnökkel, amelyek újra és újra legyőznek bennünket. És sokszor abban merül ki a kegyességünk, hogy örökösen ezek körül forgunk, ezeket körbejárjuk, ezeket elemezzük, ezekért imádkozunk, ezekkel küzdködünk, ezeket lelki gondozzuk, tüneti kezeléseket alkalmazunk, feladjuk
és újra kezdjük, de olyan ritkán, vagy talán soha nem jut az eszünkbe, hogy a probléma gyökerét valahol máshol keressük. Hogy a probléma gyökere a Krisztussal való kapcsolatunkban van. Lehet, hogy nem jó az alap. Lehet, hogy hamis a hit. Lehet, hogy rossz a meggyőződés. Lehet, hogy valami mással van tele a szív. Hisszük ugyan, hogy ő a Messiás, de hitünk tárgya nem a Biblia igaz Messiása. Mert ez a Messiás sokszor csak a mi fejünkben létezik, nem egy valós személy. Milyen jeleket látunk még az ő életében? Sosem beszél Jézussal. Csak úgy. Nem kérdez tőle soha semmit. Valahogy mindig megtartja a függetlenségét, azt a három lépés, hűvös három lépés távolságot, úgy távolból szemléli az eseményeket. Nem mutat soha őszinte érdeklődést az iránt, hogy Jézus mit akar. És hát adódik a kérdés, hogy vannak-e kérdéseink? Van-e őszinte érdeklődés a szívünkben Krisztus és az üdvösség iránt? Kérdeztük-e valaha is tőle, hogy ki vagy te, Uram? Olyan titokzatos a te lényed, a te személyiséged, annyi kétely van az, ami szívünkben, de mégis szeretnénk megismerni téged. Ki vagy te? Megvan-e bennünk az a lelki igényesség, hogy az igébe ásva magunkat, saját meggyőződésre jussunk az ő személyével kapcsolatban? Kérdeztük-e valaha is tőle, vagy az ő tanítványaitól, mint ahogyan látjuk a Szentírásból, azt, hogy mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak, mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk, mit cselekedjünk, hogy engedelmeskedni tudjunk, mit cselekedjünk, hogy egyre inkább elváltozzunk, hasonlítsunk ő hozzá. Kérdezted-e valaha is tőle, hogy Uram, valódi-e az én kereszténységem, vagy csak látszat? Te milyennek látsz engem? Milyen jó lenne ezekre a kérdésekre, ha megmutatná Isten szent lelke ma nekünk a választ, és bűnbánatot tarthatnánk. És azt látjuk, hogy Júdás is bűnbánatra jut. Júdás meglátja a bűneit, és kimondja, hangosan kimondja, hogy vétkeztem. És olyan nagy dolog az, kedves testvérek, amikor valaki eljut ide, hogy felismeri a bűneit, és kimondja, hogy én vagyok a hibás, én rontottam el, én árultam el, és megpróbálja jóvá tenni ezt. Azt gondolom, hogy nem sokan jutnak el ide, nem sokan jártak olyan áldott lelki mélységekben, mint ahol Júdás járt nagypénteken. A baj csak az volt, hogy rossz helyre ment az ő bűnével és az ő bűnbánatával. Visszament a papokhoz. Visszament azokhoz, akik nem tudtak rajta segíteni. Akik nem tudták róla levenni a bűnbánat és a bűnnek a terhét. És nem is akarták levenni róla. De papokat nem érdekelte. A Jézus nélküli vallás, a Jézus nélküli papság, kegyetlen, irgalmatlan vallás. Kegyetlen, irgalmatlan papság. Testvérek, a bűn és a bűnbánat terhétől egyedül Krisztus tud megszabadítani, senki más. Célt téveszt az a bűnbánat, amely nem Krisztusban keres megoldás, hanem valaki másban. És adódik a kérdés, hogy látod-e a bűneidet? Ha igen, el tudsz-e jutni a bűnbánatoddal Krisztusig? Vagy mindig
Magad akarsz vezekelni? Halálba kergeted magad az önmarcangolással, darabokra téped a lelkedet, mert nem tudsz megbocsátani magadnak? Vagy mindig csak az emberekig jutsz el? Valakiig, akit ismersz, akiben bizalmad van? Vigyázzatok, mert a bűneinknek és a bűnbánatnak a terhét nem oszthatjuk meg akárkikkel. Elmondhatjuk ezeket alkalmatlan embereknek is. Számtalan szakértőt találunk ma mai modern világunkban, akik szívesen segítenek nekünk. De csupán üres és divatos szólamokat tudnak mondani, melyek nem segítenek rajtunk. És olyan sokszor előfordul az is, hogy vétkezünk, aztán rendezzük a testvérünkkel, de elfelejtjük rendezni Krisztussal. Pedig tudjátok, hogy minden bűn elsősorban Isten ellen elkövetett bűn. A bűnnek a terhét egyedül Jézus tudja levenni rólunk, mert ő bűnhődött meg a mi bűneinkért. És mit látunk még? Azt látjuk, hogy ítélkezik. Igazságot akar szolgáltatni, ezért ítélkezik Jézus felett, és elárulja, és természetesen Jézussal együtt ítélkezik azok felett is, akik nem úgy gondolkodnak, mint ő, akik követik Jézust, akik nem azokkal az eszközökkel harcolnak, mint ő. Ítélkezik az ellenség felett, a rómaiak felett, mert szeretné elpusztítani őket Jézus erejével és segítségével, és végül ítélkezik önmaga felett. És ezzel is szaporítva a bűneit. És a kérdés, ami most felénk szól, az, hogy vajon nem-e ilyenek vagyunk mi is, ilyen ítélkezők? Sokszor nem-e mi akarunk igazságot szolgáltatni, ítélkezni mások és magunk felett? Tudsz-e megbocsátani magadnak és másoknak? A kegyelmet, amit kaptál, meg tudod-e osztani másokkal? Vagy irgalmatlan vagy? Olyannyira, hogy csak úgy hullanak az emberek körülötted. És az utolsó jel, bár ezt nem is mondanám jelnek, az utolsó dolog, amit látunk, hogy mindezek, testvérek, megfosztják Júdást a feltámadás és a tanítványság örömétől. Megfosztják a bűnbocsánat és az örök élet ajándékától. Most körülbelül ezek azok a jelek a teljesség igénye nélkül, amelyek arról beszélnek, hogy az embernek nincsen rendben a kapcsolata Istennel. A Jézus iránti és a másik ember iránti szeretetnek a hiánya. A vele való egyetértésnek, a vele való közösségnek, beszélő viszonynak a hiánya. A céltévesztett bűnbánat és bűnvallás, súlyos megkötözöttségek, bűnök, amelyekből nem tudunk szabadulni, az irgalmatlan ítélkezés és örömtelenség. Ezek azok a jelek, amelyek arról beszélnek, hogy egy embernek nincs rendben a kapcsolata Istennel. Nem azt mondom, hogy hívő emberként nem bukhatunk el egyszer-egyszer, akár többször is ezekben a bűnökben. De hogyha tartósan és együttesen tapasztalod ezeket a jeleket az életedben, állj meg és vizsgáld meg magad. Vizsgáld meg magad az Isten előtt. Ha pedig az önvizsgálatod során, kedves testvérem, kevésnek találhatsz, gyere Jézushoz. Gyere Jézushoz, és borulj le az ő lábaihoz. És kérdezd meg tőlem, hogy mit tegyek most, Uram, most, amikor megmutattad neked az, nekem az én szívemet. Gyere Jézushoz, és ismerd meg őt.
És hidd el, hogy a legfőbb jó számodra nem az, hogyha te akarod Jézust irányítani, hanem az, hogyha engeded, hogy ő irányítson téged. Gyere Jézushoz, és engedd, hogy betöltsön. Az ő lelke által betöltsön az Isten szeretetével, az Isten békességével. Gyere Jézushoz, és értsd meg az ő küldetését. Többé ne a magad küldetésén rágódj és gondolkozz. Figyelj Jézusra. És értsd meg, hogy ő nem erővel és nem hatalommal, nem testi eszközökkel, hanem a léleknek és a szeretetnek az erejével harcol. És erre az életre hívott el téged is és engem is. Nem karddal, hanem keresztel. Mert ő nem csak a zsidókat akarja szabaddá tenni, hanem a rómaiakat, és a magyarokat, és minden nép közül azokat, akiket neki adott az Atya. Gyere Jézushoz, és adj oda neki mindent. Azt is, testvérem, amit magadban olyan jónak látsz, olyan tisztának, nemesnek, minden törvény felett állónak. És engedd, hogy ő ítélje meg ezeket. Ő ítélje meg, hogy ezekből mire van szükséged. Kérd, hogy csak azt adja vissza neked, amire feltétlen szükséged van, ami a kegyességhez, a valódi Isten félelemhez kell, azt is megtisztítva és megszentelve. És testvérem, nem elbizonytalanítani akartalak most benneteket, hogyha bármiben magadra ismertél, ne felejtsd el, hogy van reménységed. Hogy van reménységünk. És a húsvét erről szól. És ezen a konferencián is, majd ez az előadás is végső soron, de a következő előadások is mind-mind erről szólnak, hogy Jézus azért jött, hogy legyen reménységünk. Hogy legyen reménységed, és legyen reménységem. Meg lehet vallani, meg lehet tisztulni ezekből a bűnökből is. Jöhetünk a kegyelem kiapadhatatlan forrásához. Jézus ezekért a bűnökért is meghalt, és ezekért is feltámadt. Azért, hogy ne maradjunk meg olyanoknak, amilyenek vagyunk. Azért, hogy ne maradjunk meg Júdásoknak, és Kajafásoknak, Pilátusoknak, és Sauloknak, Krisztusgyilkosoknak. Azért, hogy megváltozhasson az életünk. Segítsen bennünket, a mi Urunk, abban, hogy a mi kereszténységünk, a mi Krisztussal való kapcsolatunk ne csupán látszat, hanem valódi legyen.